Hello mindenkinek, sziasztok, Rapo vagyok, és itt vagyok a következő City Skyline részben. Tehát előzőleg volt ugye az előző City Skyline-omba, kérdeztem, hogy mit szeretnétek jobban, City Skyline-t vagy SimCity-t, mert ugye az előző SimCity részben pedig, rész alatt pedig ott voltak ilyen kommentek, meg egyéb helyen szóltatok, hogy miért nem City Skyline azok, sokkal jobb, másabb. Kipróbáltam, tényleg sokkal jobb, másabb, több a lehetőség benne, meg minden egyéb. Úgyhogy a végén ugye kérdeztem, hogy mit szeretnétek, és a dislike-ok, like-ok arányával próbáltam itt összehasonlítani, meg nagyon sok komment is jött, hogy City Skyline bőven nyert a City Skyline, úgyhogy én úgy gondolom a SimCity-t hagyjuk, és akkor csak ezzel fogok játszani. Annak meg nincs értelme, hogy most két városépítős játékkal játszok szerintem. Legalábbis. Úgyhogy marad a City Skyline, és akkor ezzel fog játszani. Na, hol is tartottunk akkor előző részben? Előző részben sikerült majdnem csődbe vinnem az egész mindenséget, vagy sikerült csődbe is vinnem. Ugye kaptam valami banktól, vagy valahonnan ilyen kölcsönszerűséget, és abból sikerült egy kicsit felhúznom a várost. Egyelőre le van állítva, mert még mindig mínuszba megyünk. Most azt szeretném megcsinálni, amíg így le van állítva, hogy... igen, itt kijavítottam, itt volt, hogy belelógott ez a... áramvezeték itt a házakba, és akkor lerombolt párat, tehát ott igen, pont így valahogy keresztül ment az egészen, és az úgy nem volt túl jó. Tehát ott tartok, hogy szeretnék még utakat építeni, ugye házakkal, most is elég sok ilyen ház van, meg ugye gyárakat kéne még valahova. Azt nézem. Hova lenne jó gyárakat építeni? Lehet, hogy itt végig gyárak lesznek ezen az oldalon, és akkor itt lente pedig meg be tudom építeni sima házakkal. Szerintem még ez lenne a legjobb, úgy gondolom. Most itt a szelet, hát nem tudom, hogy a szél az mennyire számít ezeknél, hogyha gyárat építek. Az passz, de... na. Ja. És akkor errefelé elhúzunk egy hosszú utat. Egy egyenes utat. Aha, így. És akkor itt egyelőre csak gyárak lesznek, az, hogy majd... nem csak ekkor át lehet egyszerre. Ajj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 
még házak lesznek, úgy terveztem, tehát innen még szerintem ágazhat el valami. Ott egyből közvetlenül mellette nem, még, hát még oda lehetne gyárakat. Akkor lehet, hogy úgy csinálom meg, hogy innen kijön egy út. És egy kicsit kanyarodva oda belemegy, ott elég érdekes elágazás van. Az biztos van ilyen elágazás mindenhol. Szerintem ez nem vészes. És akkor... még egy ilyet teszünk ide. Így. Nem. Így. Így. Ez is itt még ilyen gyárterületes lesz. Itt lehet, hogy az elejére nem rakok semmit, hanem majd csak innentől, ugye. Hoppá. Ez a színezős. Így, tehát ezek itt ugyanúgy gyárterületek, és itt pedig megint csak épületek lesznek, ahogy szokott lenni. Mindjárt majd rakunk le ilyet is. Így itt lesz egy hosszabb ilyen vásárlós zóna, és itt pedig végig, menjen végig. Tök mindegy, max nem tetszik nekik annyira, hogy gyár mellett laknak, de szerintem menjen végig. De ennek az áramellátására nem tudom, hogy most hogy kéne. Itt nem hiszem, hogy várjunk, csak megjelenik néha zöld. Ez az. Be tudjuk kötni? Úgy látom, nem. Így. Jobb, tehát akkor ezek így be vannak kötve. Vízellátással hogy vagyunk? Ugye vizet végig kéne valahogy vezetnem. Nem lesz elég pénzem a francba. Aha. Az a szennyvíz. Hát... jó, először jöjjenek, majd bevezetem, remélem, hogy nem lesz túl nagy gond. Lehet, nem kellett volna ekkorát.
Most nem lesz nekik víz, de áramoz van. Csak jöjjön már valamennyi pénz befelé, mert még mindig mínuszba, majd nézzétek meg. Mennek el az emberek, de hogy miért, azt nem tudom. Mínusz 16100, nincs víz, hát tudom. Jó, amíg lehet, megépítem, legalább itt legyen nekik, hát ha hoznak be bevételt. Legalább ennyi, mielőtt még lemegyek teljesen a csődbe megint. Amit nem értek miért. Gyerünk! Ez az megy lefelé a mínuszom. Gyerünk már! Még kellett ezt kikapcsolni? Ez az? Ja nem. Építkezzetek, hozzatok pénzt, és akkor tudok még építeni nektek. Na, már csak 800. Ó, jó, jönnek az emberek, már van itt víz is. Legalább ezeken a területeken jó el lesznek. Áram remélem elég. Csak ez az eleje nehéz elkezdeni, lehet, hogy kisebbet kellett volna építenem. Nem tudom. Majd meglátjuk, na gyerünk már. Most... Ja, jó, megy lefelé. Mínusz 1000-ből vagyok, de... Nincs dolgozó, hát... Jaj, not enough workers. Pedig van elég emberke, és én építettem elég házat. Csak valahogy nem költöznek be. De plusz 50, plusz 48... Mire az visszamegy rendesbe, addigra megint ott tartok, hogy megint le fog menni mínuszba, tehát... Valahogy növelnem kéne ezeket egy kicsikét, csak egy kicsikét az adókat. Így. Én nem arra most annyival többet adok? What a savage work, more efficiency with more funding. Akkor ezeket inkább az, hogy lejjebb kéne vennem, nem? Nappal és éjszaka. Vagy ezt följebb kell venni? Ezt most nem értem, mi lenne. Mert azt nézem, hogy az adókat még nem lehet. Ha nem igaz, már megint... Ó! Átléptem valamit. Kaptam pénzt, megállítjuk az időt. Gyorsan a vizet építsük ki mindenhol. Csináljunk meg mindent, amit kell, és akkor utána csak működni fog a dolog. Oké. És akkor ide még építünk egy ilyet. Hát az most nem csatlakozik be sehova, az nem érdekes. Oké. Tehát lakóvezet is van elég. És miért nem jönnek? Boltok is vannak. Meg azt mondja, hogy nincs elég munkás. Miért nem lenne elég munkás? Csináljunk ide boltot. Nem tudom minek. Na mehet, max erővel. Hagyjuk meg a gazdaságot. Jó, oké, most már mindenhol van minden, remélem, hogy lesz elég dolgozójuk is. Azt kéne, hogy egy kicsit beinduljon, tehát, hogy jókor jött ez a fejlődés amúgy. Most csak az lesz a bajuk, hogy nincs szemét, tehát... Imádom őket. Kell építenem utat, ami átvezet... ...ezen. Most meg tényleg az lesz a bajuk, hogy nincs hova vinni a szemetet. Fogadjunk, ugye? Nem tudok átépíteni, ne szórakozz már. Slope to... Mi? De itt tudok... Ah! Itt át tudok jönni. Oké, mert az, hogy ide akarom az utat, azt az utat, ahol lesz ez a... Tehát, hogy ne ott pont a városban legyen. Így, és akkor ide tudok lerakni. Tudnék lerakni. Ilyet. És akkor nem lenne gond a szeméttel, tehát ez... Jó, már pluszba vagyok, eddig már jó, alakul a dolog. Gyerünk már, kicsit gyorsabban, mennyibe kerül? 4000, na! Mindjárt megvan a 4000, nem sokat kell rajta dolgoznunk. Gyerünk, 71. Ó, már 320, ó! 4000, megvan! Jó, ide rakjuk a legszélére. Ne sok mindenkit zavarjon. Oké, fú. A szeméttelep. Vagy panel. Ja, ez volt az, oké. Hát, jó. Menjünk is már a kukásautó. Na, ott mi bajotok van? Ennek mi baja?
Not enough water. Hát már nem azért, de szerintem van elég víz. Mi a... Nem kötöttem egybe? Oké. Okay. Na, most... Most már van elég víz? Akkor azért, ne, azért volt az olyan szürke, mert nem kötöttem egybe, de... Oké. Okay. Mindegy, alakul. Alakul a dolog. Zaj. Kicsit nagy lenne a zaj. Hát jó, itt gondoltam, hogy nagy lesz a zaj. Na, a trafik... Hát egész jó alakul, nincs vele semmi gond. Jó. Oh, Worthy Village. Kaptam még egy fejlődés szintet, videót. Tak jó, na haladunk. Következő akkor 23 ezeren van. És 1127 a bevételem. Na alakul ez, tehát ki fog ez itt alakulni szerintem. Pollution, ja azok ott vannak, azokkal nem foglalkozom. Itt nem vagytok boldogok, mi? Ez a szik. Betegek. Oho. Mentőséget, vagy mit építsünk már nekik. Egy kicsikét, az a baj, hogy túl messze vagytok. Egyelőre ide, ebbe a belvárott részbe rakok egyet. Ott meg maradjanak betegek. jó, akkor... Hát egyelőre itt tartunk. Még egyet nem akarok építeni, bár arra is kéne. Lehet, hogy onnan le kell vennem ezt a zónát tényleg, és akkor arra is... Lehet, hogy az csak marad simán... Mi az? Milyen zóna már ez az egész? Ilyen gyáros zóna, és akkor majd errefelé próbálok terjeszkedni. Itt pedig ezt meghagyom errefelé, teljesen lefelé ilyen gyárak építésére ezt a helyet. Jó, elköltöztek, akkor próbáljunk ki. Jó, olyat is lehet építeni. Egyre több a követelésük. Jó, ide pedig akkor csak gyárak jöjjenek. És itt lesz egy kis elválasztott rész, ahova pedig semmi nem jön. Ez a sima, oké. Tehát akkor oda nem fog jönni semmi, ott meg nincs áram, vagy kevés az áram. Ja, nincs bekötve, de be van kötve. Akkor mi bajatok? Akkor nem jó ott középen az a... Aha. Akkor itt középen ez itt nem lesz tökéletes. Igen, mert akkor itt két oldalra nem megy jól széjjel. Ezek szerint... Akkor majd megpróbáljuk így. Na így mit szóltak? Így már tetszik nekik a dolog, úgy látom. Oké, tökéletes, akkor eddig rendben vagyunk. Kössük össze. Tudjátok. Jobb, eddig minden tökéletes. Remélem itt lesz áram, tehát arra számítok, hogy ott lesz áram. Ez mi? Birch Height. Jaj, ilyen izéket ki lehet jelölni kerületeket? Na, akkor jelöljünk ki valamit. Farming industry. Wow! Ez mi? City. What is this? Ez nem tudom mi. Fogalmam nincsen. Na de hol tartottam az előbb? Kijelölök mondjuk két kerületet. Ez lesz így itt. Itt ez az egész lesz ez a rendes város. Már nem tudom, el lehet-e nevezni, vagy most csak úgy. Garnet District. Jó legyen az. Nem tudom mire jó. És akkor ez pedig itt így lesz a másik. Empire District. Oké, legyen az. De várjunk, itt most kettőt raktam egybe? Hát most minek szórakozzunk ezekkel? Nem kell. Jó, jó, az ott lesz az egy környék. Most a többi mindennel szórakozom, most annyi fel kell gyorsítani, de lassult. Nagyon jó halad amúgy a gazdaság egyelőre. Garnet Districtbe. És nincs áram. Nem víz, áram. Pedig van áram. Még mindig nincs áram?
lehet, hogy nem ez a bajuk, hanem az, hogy nincs elég szélerőmű, ugye? Pedig a legjobb helyre raktam szerintem, ahogy láttam, ugye ha megnézzük még egyszer a szelet, akkor itt a legerősebb ezen a szélén. Hát akkor ide rakunk még esetleg ilyen szélerőműveket szerintem. Amilyen közel csak tudom egymáshoz, hogy minél több, több férjen el, ugye? Ja, hát főtt a pénz. Oké. Egy picit próbáltam, na remélem, aha, így most már eltűnt az, hogy nincs elég minden, az az mi. Crime rate is high, oh, a rendőrség. Jajjaj, police stationt kellene majd építenem, de egyelőre nincs rá pénzem, hát majd egy kicsit nőjön még ez a, ez a dolog itt szerintem, a pénzünk. Mondjuk egyre szebben nő, úgyhogy ez a jó. Aha, itt is rabolgatnak össze-vissza. Na, ott hogy fordul meg? Ó, bement a gyárba a kis kocsi. Tök menő amúgy. Az nagyon menő az, az a forduló ott. Majd itt középen még, hát majd meglátom, itt lehet, hogy még ide építek valamit. Picit várunk, hogy jöjjön pénz. Mennyibe kerül? 12 000. Hát, oké. Okay. Itt már ezt ki is rabolták. Több helyen rabolják a házakat. Oké, okay, muszáj lesz valamit csinálni. 30 000 van. Az, az még egy fejlődés. Lehet, hogy túl gyorsan fejlődök, én úgy érzem. Na, oda. Így. Jó, hát lehet még egy kéne valahova. De akkor már úgy, hogy... Hát akkor meg azt a területet védi. Távol vannak egymástól, az a gond. Mindegy, muszáj egy ide is. Nem tudok mit csinálni. Not enough electricity. Hát ott van mellette, te. Ne szórakozz. Benne kell lenni a területébe ennek is. Ajajajajajaj. Így. Na, most már van. Jó, most már van. Ott is elég közel vannak hozzájuk, az mondjuk igaz. Mindig valami lelassul. De hát még tűzoltó is kell nekik. 12 000 az is. Hát oké, viszont megy lefelé. Na most megint megy fölfelé. Egy kicsit növelni kéne az adókat, csak egy kicsit két. Mondjuk esetleg olyan 11%, csak úgy lazán. Na, remélem, hogy ezzel nem fogom azt csinálni, hogy üldözök itt mindenkit. Ó, jön a napfelkelte. Szép. Na, kezd beépülni, nézzétek csak már milyen menő. Kezd alakulni ez a dolog. Aha, van 10 000. 11. Ó, mindjárt jobban jön. És az emberek is ugyanúgy jönnek. Stop the fire. Igen, azt próbálom, úgyhogy arra gyűjtöttünk. Meg is van. Ez kell nekünk. Ja, ez a police station-os. Jöhet oda. Oké, remélem, hogy... Aha, oké. Ott meg nincsen electricity megint. Szerintem egy kicsit lehet, hogy rosszul vezettem be ott azt az egészet, de közelebb kéne raknom hozzá, de az meg nem jó, mert akkor nem tudok. Ájjajjajjajjajj. Ezeket innen levesszük, várjatok csak. Mindjárt megoldjuk. Rakunk még lesz szélerőművet, és utána próbáljuk, próbálunk egy olyat csinálni. Így. Így. Szerintem ez így jó. Csak az a baj, ott is látjátok, itt megint az a bajuk, hogy nincs áram, közelebb kell egy kicsit vinnem. Benne kell, hogy legyenek ebbe, vagy nem tudom. De úgy tűnik. Látjátok, és már is jobb lett. Na, nagyon fejlődik a gazdaság, tehát egyre jobb. Buy new land. Ja, tudok venni... Aha, igen. Ez az az és területvevős dolog, amit ugye... szerintem az előzőben azt mutattam is, amit magamba csináltam. Ott már ugye vettem ilyen dolgot. Ott közben mi volt?
Igen, ezek is visznek el a izéből bevételből. Remélem, hogy egy kicsit megnöveltem a bevételt, ugye a izét, abból most nem lett semmi gondot, meg nincs áram. New services. Jó, ezeket biztos, hogy nem fogunk egyelőre építeni. Itt nem tetszik nekik valami, de hát eddig jó volt. Hey! Mi bajotok van? Ennyire a házak mögé kéne építenem ezt a dolgot? De amúgy lehet, csak... Na, hogy lerombolj. Mi van? Ez most mi volt hirtelen? Vagy néha így feltűnik nekik, hogy hoppá, esetleg ez nincsen, vagy hoppá, esetleg az nincsen. Pedig minden van, csak nem tudom, hogy... Az, pedig szabadságszobor kell, de mennyiért? 210 ezerért csak. Csak 210 ezerért, majd én szabadságszobrot fog nektek építeni oda a város közepébe. Még van más is. Ja, parkok. Mennyi 10 ezerért szép park, kettes. Ahhoz nincs pénz, azt még nem is tudom. Hát, örülnétek egy parknak? Gyerekek játszanak itt, gondolom. 10 000-be kerül, 15 000 van. De gondolom, hogy kicsit boldogabbak lennének, nem? Hol nem kell annyi házat lerombolni? Jó, rakjuk oda. Ketten egy kicsit érdekesen nézhettek, de jó az. Ott tűzég. Na, nagyon menő parkom lett. Még ez is megvan. Aha! Park with trees. Park, fák, tehát parkosított, vagy fás park, na. Azok mik? Az a sok egyforma házott egymás mellett, az milyen zóna? Az igen. Ez de menő. Ezek a kis házak. Ja, mert nem tudtak mást építeni ezétől. Hoppá. Csak olyan kis házat tudtak építeni. Oké. Okay. Elhagyott ott ház. Hol? Miért? Miért ment el? Leégett, értem. Azt akkor lebontjuk. Hát így járt. Nincs áram. Lehet, hogy történnek áramkimaradások a várban, de szerintem attól még van. Ja, ezt is. Lebontjuk. Ah, francokat! Utat bontottam. És nézzétek, egyből odaépítkezik. Nehogy már. Nem, baj, lebontódott. Ja nem, az, pont ez a ház nem bontódott le. Örülök neked. Ja, eltűnt. Akkor nem szóltam. Oké, okay, na, van áram nektek, ne killódjatok. Kaptatok áram teleket, és nézzétek, el is tűnik. Na jó van. Annak nincs áram, hát ne szórakozzál már. Hol nincs egybe kötve? Egybe van minden kötve, miért nincs áram? Igen, ez most... Csak én nem igazán értem. Jó, raktunk le még többet, de most ez... És ez kellett nekik? Erre mondták, hogy nincs elég áram, de hát annyi szélerőmű lent van. Nem tudok többet. Na jó van, fú, elszaladtunk az idővel. Hát remélem, hogy mindenkinek tetszik ez a játék, úgyhogy ebből fogok sorozatot készíteni, ugye hát már második rész elkészült. Látjátok, azért szépen fejlődik a város. Egyelőre nincsenek gondjaim, pénzgondjaim, de ez még könnyen változhat, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Remélem, hogy elég jó lesz, fog jönni egész kis dolog. Kommentben várom a tippeket, hogy esetleg milyen tippjeitek vannak a játékhoz, mit kellene még máshogy csinálnom esetleg, és akkor azokat majd megnézem, utána nézek. Szerintem ennyi lenne ez a rész, következő részben is tartsatok velem, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!